60 diák és öreg diák, egy labda és 12 óra. A sátor a Jóhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumban régi hagyománya van a 12 órás labdarúgásnak, mely során egy másik iskola tanulóival közösen váltásokban, de egy fél napon keresztül megállás nélkül fociznak. Ilyenkor nem a végeredmény számít, hanem a sport és a diáksportolók előtti tisztelgés. 28 évvel ezelőtt rendeztük az első 12 órás focit, azért, hogy az évközben jól teljesítő labdarúgók jól érezhessék magukat, és minden ilyen alkalommal megemlékezünk az elődeinkről, hiszen tudni kell, hogy 1948-ban a Keri labdarúgó csapata országos bajnok lett. Ma úgy hívják, hogy Diák Olimpia. Ilyen szép eredményt a környékről nem sok csapat ért el. Hagyományosan két iskola méri össze az erejét, körülbelül olyan 30 diák, akik csapatrészekre osztják magukat, és 20 percet játszanak, egy órát pihennek, és reggeltől estig. A végén összeszámoljuk a gólokat, ha kikapunk, örülünk a másik sikerének. Vannak itt olyanok is, akik több mint 10 éve érettségiztek, és öreg diákként várják ezeket az eseményeket, és szívesen vesznek rajta részt. A partneriskola évek óta a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, mely sportolni vágyó diákjai szintén szívesen vesznek részt az eseményen. Mivel hagyományosan jó a kapcsolatunk a Pataki Refivel, ezért olyan túl nagy előkészületet nem igényel. Időpontot egyeztetünk, néhány esetleges időpont közül kiválasztjuk azt, ami mind a két iskolának megfelel. Utána elkezdjük a diákokat toborozni. Ez most gyakorlatilag egy hét alatt összejött az, hogy a Keriből például 10 komplett csapat fel tudott állni. A főzéshez a nyersanyagok beszerzése szintén, illetve a szuper szakácsok és kukták egy első kérésre igent mondtak. A szervezők szerint eddig minden évben élményekkel gazdagon tértek haza a résztvevők.